Idén is elindul a beszédfejlesztést segítő óvodai csoport a Kozmuca Flóra hallássérültek speciális iskolájában. A képzés célja egyéni és csoportos terápiák által fejleszteni a gyerekeket speciális logopédiai gyakorlatok révén. A kolozsvári Kozmuca Flóra hallássérültek speciális iskolájában 6 éve indul beszédfejlesztéssel foglalkozó csoport. A logopédiai óvodás csoportban minden olyan gyermeket várnak, aki a 3 évet betöltötte, viszont érthetetlenül vagy esetleg egyáltalán nem beszél, illetve gondjai akadnak a szövegértéssel is. Összesen 12 helyet hirdetnek, így különös figyelmet tudnak fordítani egyénileg is a gyerekekre. A csoportos tevékenységeknek az a lényege, hogy mindenképpen arra fókuszálunk, hogy a mozgásfejlesztést végezzünk, ezen kívül még kiegészítő terápiák és speciális logopédiai fejlesztés is zajlik a csoportos tevékenységek során. Nagyon sok a mondókázás, a mozgásos játék, ami segíti a beszéd fejlődését, ugyanis a beszéd is maga, a beszédmozgás is maga egy finom mozgás, ezért feltétlenül szükséges, hogy fejlesszük a mozgást. Hozzátette, hogy az egyéni terápiák személyre szabottak, az aktuális fejlettségi szintjüktől függenek, illetve a személyes igényeikhez adaptálják ezeket a logopédiás foglalkozásokat. A csoportba azután irathatják be a szülők a gyermekeiket, miután szakorvosi jelentés állapítja meg a problémát, és egy szakbizottság előtt elbírálták a benyújtott kérést. Az igazgatóhelyettes elmondta, a képzés hatékonyságát mutatja, hogy több logopédiai csoportban végzett gyereknek sikerült integrálódni a közoktatásba.